gazdasági mutatószámok, mind a monetáris mutatószámok, mind a reál gazdaság mutatószámai lényegesen kedvezőtlenek, és ebben az évben további kedvezőtlen adatokra lehet számítani. A pénzügykutató tudományos főmunkatársa arról beszél, hogy pillanatnyilag Magyarországon minden legfeljebb stagnál, az ipar és a kereskedelem nem fejlődik, a munkanélküliség pedig túl magas, egyedül a tervezett 5,5-6%-os infláció lesz valószínűleg tartható 2012-ben. Pecsnik Mária Zita úgy véli, nem számíthatunk gyors megállapodásra az IMF-fel sem, pedig az sokat segítene hazánk nemzetközi megítélésén. Abban az esetben, hogyha a valutalappal és az Európai Unióval tényleg létrejön a szerződés, ugye most beszélik, hogy egy ilyen 15 milliárd euró kellene, akkor ez egyidejűleg azt üzeni a befektetőknek, hogy itt a gazdaságpolitika az megbízható, finanszírozható, ez egy fizetőképes ország, és érdemes idejönni, és akkor ebből adódhat valami növekedési többlet, azon túlmenően, hogy olcsóbb finanszírozható az ország. A három új adóról sincs jó véleménye a közgazdásznak. Pecsnik Mária Zita úgy véli, a telefon, a pénzügyi tranzakciós, valamint a biztosítási adó mind kényszer megoldások, amelyek azt bizonyítják, hogy a kormány zsákutcába került. A tudományos főmunkatárs arról is beszámolt, hogy az államháztartási hiány már április végén elérte a tervezett érték 90%-át, a költségvetésen pedig egyre nagyobb lyuk tátong. Ő úgy látja, ezt próbálja befoltozni a kabinet az egyébként növekedést nem hozó, de biztos bevételt jelentő új adókkal.